Ezek a felvételek még tavaly novemberben készültek, utóbbi pedig már idén az egyik legnagyobb megtisztított illegális szemétlerakóról, a Lőtéri útról Tolnán. A város önkormányzata még tavaly pályázott a Tisztítsd meg az országot című programra, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium hirdetett meg. Reményeink szerint valóban a Lőtéri úton befejeződött az illegális hulladékoknak a gyűjtése és elszállítása, bár épp kezemben ugye fotókat tartok, a kollégáink az ellenőrzést, a kontrollt jelen pillanatban végzik, hiszen ezt is dokumentálnunk kell. Meg is kell róla győződni, illetve majd a pályázati elszámolásnál is ugye be kell mutatni, hogy ezt a tevékenységet maradéktalanul elvégeztük, hiszen a pályázatban azt vállaltuk, hogy a Lőtéri út mentén a feltárt, felmért területen teljes egészében megszüntetjük az illegális hulladék lerakókat. Innovációs és Technológia Minisztérium írta ki önkormányzatok számára az illegális hulladék lerakók meg felszámolására a pályázatot. Ez a pályázat ez kimondottan önkormányzatokra és önkormányzati tulajdonú területekre vonatkozott, de ezzel párhuzamosan civil szervezeteknek, illetve gazdálkodó szervezeteknek is írtak ki pályázatot, annak a határideje, a pályázási határidejét meghosszabbították január 31-ig. Tudomásom szerint tolnai szervezetek is pályáztak, kerestek bennünket együttműködve, ugye szolgáltatóval nyújtottak be pályázatot gazdasági szervezetek is illegális hulladéklerakók megsemmisítésére, felszámolására. Ennek a területnek a megtisztítása az kisebb-nagyobb megszakításokkal, mert azért közben volt némi havazás, olyan körülbelül 3 hetet ölelt fel. Illetve hát most még mondom, az ellenőrzések, utómunkálatok, elképzelhető, hogy még lelünk föl kisebb-nagyobb lerakatokat, azokat nyilván még összegyűjtjük, elszállítatjuk, illetve hát folyamatos a megfigyelésünk, tehát már ugye a munkálatok megkezdése előtt közben is kiemelt figyelmet fordítottunk a területre, volt is egyébként tettenérés, pont a megfigyelés időszakában, aki illegálisan akart hulladékot elhelyezni, hát ott a munkatársaink a szükséges eljárás kezdeményezték, ami folyamatban van. Úgyhogy jövőben is nyilván kiemelten fogjuk figyelni a területet, tehát a célunk az, hogy ezt a megtisztított állapotot fenntartsuk. A terület megtisztítása során megközelítőleg 200 köbméternyi szemetet szállított el az egyik hulladékfeldolgozó cég. Az önkormányzat dolgozói is csatlakoztak a munkálatokhoz. Gép és kézi munkával történt az elmúlt hetekben a gyűjtés. Szerencsések voltunk, hála Istennek, hiszen az időjárás engedte, lehetővé tette, hogy a munkálatok itt téli időszakban is sikerrel befejeződjenek, nem volt nagy havazás. És hát tudtuk az előzetes felmérések szerint is, hogy nem kis mennyiséggel állunk szemben. Ez egy vegyes hulladék, tehát építési törmeléktől lombhulladékig, kommunális hulladékig volt található a területen. Nem tudom még a pontos adatokat, a szolgáltatóval, akit a legjobb ajánlatot adta, egyeztettem a reggeli órákban, körülbelüli hozzávetőleges adatokat, számadatokat már tudtak mondani, 200 köbmétert meghaladó mennyiségnél tartunk jelen pillanatban, de hát sajnálatosan azt kell mondjam, hogy a város közigazgatási területén ennél jóval a nagyobb illegális mennyiségű hulladék van még lerakva, elhelyezve. Azok nem önkormányzati területeken vannak, de tudjuk sajnos, hogy ez egy kis részfeladat, amit most el tudtunk végezni. A törvény szerint, aki illegális szemétlerakást követel, akár 150 000 forint bírságra is számíthat. Berta Zoltán alpolgármester szerint a városban több illegális lerakó is van, reméli az elkövetkezendő években még szigorúbb szankciókkal lép fel a hatóság a szabálysértők ellen. Sajnos a közigazgatási területünkön elég sok helyen, vagy azt mondom, hogy mára már szinte általános jelenség sajnos az illegálisan elhelyezett hulladék, holott működik az ökoudvar Tolnán, tehát nem is kell a városból elmenni. Itt helyben van lehetőség arra, hogy szabályozott keretek között a hulladékot le lehessen adni, el lehessen helyezni. Ez nagyon fontos, a szabályozott, hiszen ez a hulladék, ez nem csak ami a határban található, nem csak a szemet szúrja, szemet bántja, hanem nyilván ennek egyéb környezeti hatásai is vannak, tehát ez egy erős környezetszennyező hatással jár.
Bízom benne, hogy ha apró lépésekkel is, de haladunk előre, és el tudjuk fogadtatni azt az emberekkel, hogy a hulladéknak a hulladék lerakókban van a helye, még akkor is, hogyha éppen esetleg valamiért fizetni kell, bár a határba kivinni szinte sokszor járhatatlan területekre, én úgy gondolom, az még nagyobb költséggel és feladattal jár, illetve annak a kockázatával, hogy tetten ér és történik, az meg ugye elég komoly vonzatot fog eredményezni, úgyhogy remélem, hogy a szigorú szabályozás az a jövőben is még tovább fog szigorodni, szankcionálni fogják az illegális szemételhelyezést, illetve bízom benne, hogy egyre többen gondoljuk úgy, hogy egy tiszta környezetben szeretnénk élni, és ezt szeretnénk megteremteni és fenntartani. Szoktam volt mondani kollégámnak, aki a városlapját szerkeszti, annó mondtam, és még újságban is kértem, hogy egyszer cikként megjelenjen. Ugye ez egy ilyen vezérmondatunk, hogy olyan környezetben élünk, amilyet teremtünk magunknak. Hát rajtunk múlik, mindnyájunkon múlik, hogy lesz-e körülöttünk szemét, vagy egy tiszta és egészséges környezetben tudunk élni. Thank you.